Jó napot kívánok! Köszöntünk mindenkit! Az Ukrajna kinek a háborúja beszélgetésem. Én Balog Ákos Gergely vagyok, beszélgető társaim pedig Bernardzsevszky Anton, kutatási igazgató az Ökonomusz Alapítványtól, és Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Ugye amikor ezt az egész témát kiválasztottuk, meg megbeszéltük, akkor még az ukrán háború volt a címlapokon. Nem annyira, mint mondjuk 2022 első, meg második fél évében, de azért még nagyjából fix helye volt ott. Azóta a gázai izraeli konfliktus miatt jóval hátrébb szorult. Szerintetek ennek van érdemi hatása az orosz-ukrán relációban, erőviszonyokban, Ukrajna reményeire, kilátásaira? Kezdem akkor. Én üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy nem kell átképezni magam Izrael szakértővé, mert úgy tűnik, hogy az ukrán téma még mindig aktuális, és még mindig fogunk róla beszélni a jövőben. Én azt gondolom alapvetően, és ugye kérted előtt, lehetőleg rövidebb válaszokat adjunk, ne bocsátkozunk monológokba. Én alapvetően azt gondolom, hogy jelenlegi formájában az izraeli események nem fogják elterelni a fókuszt és mondjuk a nyugat erőforrásait az orosz-ukrán háborúról. Egyszerűen azért, mert a konfliktusnak, az izraeli konfliktusnak a kiterjedése földrajzilag intenzitásában nem olyan mértékű, nem olyan horderejű, mint az ukrán események. És ezzel semmilyen formában nem akarom lekicsinyíteni az izraeli eseményeket, rendkívül tragikus esemény sorozatot láttunk, terror merényletet és az erre adott izraeli választ. De amíg a konfliktusnak a földrajza nem teljesedik ki, amíg ugye jelenleg nem is beszélünk államközi szereplőkről, hanem lényegében egy terror szervezet áll szemben az izraeli állammal, tehát inkább mondjuk a 9-11-es események. Egy államszerű funkciókat is mutató terror szervezet, tehát ami közigazgatást működtet, intézményeket működtet az adott területen, és nyert választásokon. Így van, de mégis földrajzában ez egy korlátozott, a világ nagy része által el nem ismert, nem csak maga a szervezet, de ugye a palesztin állam is, ugye csak részlegesen elismert. Tehát ilyen szempontból ugye nem reguláris haderőről van szó, hanem ugye maga a fegyverkezés, tehát maga az esemény sorozat sem volt egy háború jeleit mutató. Tehát nem arról volt szó, hogy a Hamas fegyveresei benyomultak Izrael területére, és beásták magukat, és az volt a cél, hogy elfoglalják azokat a területeket, és ott nem tudom, valamiféle beássák magukat, és bevédjék magukat, hanem egyetlen egy célra mentek be, hogy minél több túszt ejtsenek, és minél több embert öljenek meg. Tehát ez egy klasszikus terror cselekmény sorozatot láttunk. Tehát amíg ez nem teljesedik ki, amíg nem lépnek bele más szereplők, államközi szereplők, amíg ez a konfliktus vagy terrormerénylet és erre adott válasz nem lép túl ezen a szerepen, és nem teljesedik ki mondjuk egy regionális háborúvá, addig azt gondolom, hogy Ukrajnának szánt források ukrán szempontból nincsenek veszélyben, és a nyugat nem. Teljesen természetes, hogy most Izrael dominál a médiában, tehát ez nincs semmi gond, sőt, hát ez egy olyan horderő esemény, amiről beszélni kell, de nem ez fog, hosszú távon nem ez fog elvinni a fókuszt az Ukrajnának szánt támogatásokról. Köszönöm én is a meghívást, ezt nem teljesen így gondolom, bár abban egyetértek Antonnal, hogy nagy kérdés, hogy ez a háború kiszélesedik-e, mert ez nem konfliktus, ez egy háború. Ha kiszélesedik, akkor más nagyságrendben, de már jelen nagyságrendjében is befolyásolja mind Ukrajna támogatását, mind a fegyverzeti támogatás lehetőségeit is. Tehát egyrészt itt az anyagi rész, ugye 10 milliárd dollár, ha minden igaz, Izraelnek az amerikai támogatása, amit kért és amit valószínűleg meg fog kapni. Azért az Egyesült Államokban komoly viták vannak a költségvetéssel kapcsolatban, és ha spórolni kell, akkor nem Izraelen fognak spórolni, hanem inkább Ukrajnán. Egyébként Kijevben ez egy érezhető félelem, a kijevi kontaktjaim, forrásaim ezt abszolút érzik. Ez az egyik, de a másik, mert a pénzt az könnyebb találni. Tehát nem a pénz a legszűkebb keresztmetszete az Ukrajna támogatói körében, mert ez viszonylag nem sok pénz, amit Ukrajna kapott a nyugati gazdasági lehetőségekhez képest, tehát itt 100 milliárd dolláros nagyságrendekről beszélünk, hanem a fegyver. Na most
az a mennyiségű légvédelmi rakéta, amit eddig elhasznált Izrael, meg az a mennyiségű GDEM, tehát légi csapásmérő bomba, amit elhasznált, ez már érezhető mennyiség most. Gyakorlatilag egy-két, kicsit kevesebb, mint két hét után. És az Egyesült Államok bizony elkezdte a szállításokat Izraelnek, mind légvédelmi eszközök tekintetében, mind pedig légibombák tekintetében. És az, ami Izraelbe megy, megint csak nem tud Ukrajnába menni. Amit láttunk eddig, Izraelben Názáret mellett van a Szentkomnak egy hatalmas lőszerraktára, 155 mm-es lőszerek, meg egyéb eszközök. Ezeket kiürítették és kivitték Ukrajnának Izraelből eddig. Most megfordult az irány, és Amerikából megy a légihíd Izraelbe. Ez jelen formájában, ja, és még egyet kell tudni, amit kevésbé tudunk, hogy az izraeli eszközöknek a nagy része az hihetetlen mennyiségű amerikai alkatrészt tartalmaz. Tehát a Tamir rakéta, ami az elhárító rakétája a vaskupolának, 75%-ban amerikai elemekből áll. Tehát nem lehet azt mondani, ez egy védelmi ipari komplexum sok tekintetben az izraeli meg az amerikai. Az amerikai pénz benne is van nagyon nagy mértékben az Iron Dome rendszerben, és szinte mindenben. Tehát nincs olyan izraeli eszköz, azt látjuk, hogy rá van írva, hogy Made in Israel, de töménytelen mennyiségű amerikai meg nyugati alkatrész van bennük. Izrael nem tud mindent legyártani. Tehát ezek bizony a Merkava harckocsiktól kezdve, tehát minden ilyen, ami ikonikus igazából Izraelben, az tartalmaz amerikai elemeket is. Mondom, van olyan eszköz, ami 75%-ban amerikai, a zászló rajta az izraeli. Meg az innováció, bocsánat, tehát az innováció rendkívül fontos, az izraeliek nagyon jók innovációban, de nem tudnak mindent legyártani. Tehát, de abban alapvetően igaza van Antonnak, hogy a mértéke, a figyelem és a segítség csökkenésnek az attól fog függni, hogy ez kiterjed-e. Tehát ha Hezbollah beszáll, most nagyon úgy tűnik, hogy filozofálnak azon, hogy beszálljanak-e, tehát az amerikai repülőgép hordozók, meg a csapásoknak az ígérete, meg Iránnak, egyszerre ígérnek is Iránnak, meg fenyegetik is, tehát lehet, hogy sikerült távol tartani. De azért nagy kérdés, illetve van még egy dolog, attól függetlenül, hogy Irán meg a Hezbollah beszáll-e, hogy az arab rendszerek meg rezsimek mennyire tudnak stabilak maradni. Tehát ez a másik történet, hogyha ott buknak arab rezsimek, most nem azt mondom, hogy holnap, de azért érdemes a Jordán meg a egyiptomi utcákat nézni, meg ami akár a libanoni utcákat, azért van egy jelentős elégedetlenség, akkor az megint egy nyomás az Egyesült Államokon meg Európán. Tehát én azért úgy látom, hogy Ukrajnának ez semmiképpen nem jó. Az, hogy egy döntő tényező lesz ez a következő hetekben, hónapokban kiderül, de már most nem jó. Tehát ukrán szempontból minden egyes konfliktus, ami a világ más részein kitör, az egy negatívum. A legnagyobb persze a Távol-Keleten, ha történik valami, az végképp elvinni a fókuszt, de már ez is viszi a fókuszt. Hogy néz ki az egész orosz szempontból? Tehát az oroszok számára mennyire fontos ez, illetve mennyire befolyásolja azt, hogy adott helyzetben ők hova állnak ebben az izraeli palesztin konfliktusban. Tehát, hogyha nem lenne most a kelet-ukrán front, akkor más mondanának-e erről az egészről? Nem, azt gondolom, hogy az oroszok alapvetően nyílt lapokkal játszanak, tehát ők világosan jelezték a saját pozícióikat, hogy ők voltak az egyik, a nagyhatalmak közül ők voltak az egyik olyan ország, a kevesek között, amely nem ítélte el a Hamas féle támadást Izraelben, hanem azt mondták, hogy már az első nap, a támadás utáni első nap, hogy a feleknek le kell ülni tárgyalni, tehát Izraelnek a Hamas terrorszervezette le kell ülni tárgyalni, és semmilyen formában nem szabad Izraelnek műveleteket, sem bombázásokat, sem szárazföldi műveleteket indítani a gázai övezettel szemben. Tehát ugye Oroszország az az ország, amely elismeri a palesztin államot az ENSZ-ben, ugye Izrael és az Egyesült Államok nem ismerik el. Oroszország Irán egyik legfontosabb szövetségesének számít, és ebben a helyzetben abszolút elégedettek lehetnek, hogy mi történik a Közel-Keleten. Tehát semmilyen formában nem akarom azt állítani, hogy Oroszország keze benne van az eseményekben, és hogy fegyverrel, pénzzel támogatták volna Hamaszt, ilyen
bizonyítékok nincsenek a birtokomba, de az, hogy ők örülnek ennek az eseménysorozatnak, az egészen biztosan egyértelmű. És alapvetően Attilában nagyon sok mindenben együtt szoktunk érteni. Talán a fő különbség az, hogy kicsit optimistább szoktam lenni az eseményeket illetően. Attila a pessimista oldalát nézi mindig. Mind ami Ukrajna jövőjét és helyreállítását illeti, mind ami most a közel-keleti eseményeket illeti. Én azt gondolom, hogy a trend nagyon világos, ebben egyetértünk, hogy van egy nagyon turbulens időszak elé nézünk, egy nagyon instabil korszakban vagyunk, és a következő évek erről fognak szólni, és vannak globális szereplők, amelyek egyrészt felhasználják ezt az instabil időszakot arra, hogy elérjék a saját céljaikat, vagy lehetőséget látnak abban, hogy elérjék a saját céljaikat, és vannak szereplők, amelyek abszolút érdekeltek a destabilizációban, és mondjuk felbátorítják ezeket a logális kisebb szereplőket, hogy most tegyék meg azt, amire máskor egyébként nem lennének kellően bátrak hozzá. És Oroszország például, hogy ilyen szereplő Oroszország számára minden konfliktus, ami az orosz érdekszférán túl történik bárhol a világban, a jelenlegi helyzetben, az jó, mert eltereli a figyelmet Ukrajnáról, valóban azt okozhatja, hogy a nyugat megosztja az erőforrásait, megosztja a figyelmét. Oroszország számára ez a helyzet teljes mértékben jó. És vannak szereplők, amelyek pont ellentétesen a stabilizációban érdekeltek. Ugye a nyugat, az Egyesült Államok az egyértelműen nem azért, mert nem tudom, merő altruizmusból cselekszik, hanem az amerikai dominancia és a jelenlegi világrendszer megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy ezek a konfliktusok ne robbanjanak ki a világ több pontján. Tehát az Egyesült Államok most mindent megtesz a Közel-Keleten és Izraelben, hogy ez a konfliktus ne terjedjen túl, ne bontakozzon ki egy nagyobb háborúvá, egy nagyobb regionális háborúvá. Ugye ez látszik abból is, hogy rögtön az első nap már oda küldték ugye az amerikai anyahajót, Anthony Blinken egy több napos körutat tett az arab államok körében, és Joe Biden tegnap pedig Izraelbe érkezett. Ez mind egy hét leforgása alatt történt, tehát ez nagyon jól jelzi azt, hogy az Egyesült Államok ezt a konfliktust megpróbálja lenyugtatni a kedélyeket. Tehát Izraelben, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban, Jordániában, Iránnal is kommunikál. És a nagy kérdés, hogy a destabilizálásban érdekelt szereplők és a stabilizációban érdekelt szereplők között melyik lesz erősebb és melyik lesz sikeresebb. Most egyelőre úgy tűnik, hogy a Közel-Keleten kordában sikerül tartani ezt a konfliktust, nem fog tovább terjedni, de persze bármi megtörténhet. De én optimista vagyok. Én egy-két évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy pesszimista vagyok, és így visszatekintve rájöttem, hogy optimista voltam. Tehát eléggé rossz irányba mennek a dolgok, úgy globálisan szinte minden válságrégióban. De már egy-két éve is azt mondtad, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Igen, de ez még rosszabb. Tehát egy-két éve azt gondoltam, hogy 2030 körül lesz ennyire rossz a helyzet, és most 2023 van. Tehát sokkal gyorsabban bontakoznak ki válságok. Ugye ez a Hamasz történet, tehát egy pár hete még azt hittük, hogy a Hamasz jó útra tért. Az izraeliek, tavaly voltam Izraelben, elmondták, hogy hát a Hamasz az már konszolidálódott, teljesen rendben van, féken tartja, ugye a Hamasznál szélsőségesebb az iszlám dzsihád, féken tartják az iszlám dzsihádot, ilyen jókat hallottam a Hamaszról, szinte pozitívakat. Szerintem a Hamasz elaltatta jelentősen Izraelt, tehát tényleg elhitték komoly izraeli tényezők, hogy ebből nem lesz már gond, vagy legalábbis nem lesz rövid távon gond. De visszatérve, itt most abszolút egyetértek Antonnal, Oroszország ezt használja, nem felelős érte, de használja. Egyértelműen arra használja, hogy a arab világot és a harmadik világot maga mellé állítsa. Tehát Oroszországnak ez kitörés az eleve nem teljes elszigeteltségből, tehát messze nem sikerült úgy Oroszországot elszigetelni, mint a nyugat képzelte. Nem az orosz külügyminisztert várakoztatta a szaudi korona herceg egy fél napon át, hanem az amerikai külügyminisztert, nem Vladimir Putyinnal nem találkozik a Jordán király és Mahmoud Abbas, hanem Joe Bidennel. Tehát nem, és ugye most épp az oroszok már a kórház elleni támadást is az amerikaiaknak a
a bűnei közé sorolják be. Ugye a kórházbeli támadás az az alapvilágban egy ilyen bucsa pillanat, kezd egyébként egy nyilván felépített, tehát itt egy felépített propaganda kampány van Izrael szemben, úgyhogy nem bizonyított a támadás, sőt szinte biztos, hogy az iszlám dzsihád egyik rakétája volt. De ettől függetlenül láthatjuk, hogyan épül fel egy propaganda kampány, hogy akkor most ők a gonosz, a palesztinok a jók. Legalábbis az áldozatok. Az áldozatok, hát igen, mondjuk ez, senki nem teszi fel azt a kérdést, hogy vajon ez lenne az arab világban, ha a Hamasz nem teszi azt, amit tett. Effektíve nézi az ember az arab csatornákat, és ilyen nincs. Tehát itt tehát meg se jelenik, hogy mivel kezdődött ez a történet, legalábbis ez a köre, vagy ez a, mert ugye ez már az X-edik gázai háború, ez a gázai háború. De összességében az oroszoknak ez rendkívül jó, kínaiaknak rendkívül jó, megakad az az izraeli-arab béke folyamat, ami azért pozitív volt, tehát ugye korábban csak két ország, Jordánia és Egyiptomnak volt békeszerződése Izraellel, most elismerte Izraelt, ugye Marokkó, Egyesült Arab Emirátusok, Szudán, jöhetett volna Szaúd-Arábia. Tehát az oroszok meg a kínaiak ezzel egy hatalmas lehetőséget kapnak a visszatérésre, vagy az erősödésre, mert Kína nem hogy visszatért, ott van a Közel-Keleten, és nem arról lesz szó most a médiákban a következő hetekben, vagy akár hónapokban, hogy az oroszok mit művelnek a Donbaszba, vagy mit művelnek Herszon megyébe, hanem arról lesz szó, hogy mit csinál, vagy nem csinál Izrael. Az ukrán-orosz konfliktus az mennyire világok háborúja? Tehát lehet-e azt mondani, hogy nyugat és kelet, hiszen két kulturálisan eléggé hasonló, a történelem jelentős részét akár egy államalakulatban töltő szereplőről van szó. És mégis, mint hogy a nyugat teljesen úgy állna az egészhez, hogy Ukrajna gyakorlatilag a nyugati értékek, nyugati érdekek védelmezője oroszokkal szemben. Ezt hagyd kezdjem én, és akkor Anton majd szerintem nagyon szigorúan elmondja, hogy miért nincs igazam. Szerintem nem világok háborúja ebben a tekintetben. Itt, ha két ország kulturálisan közel áll egymáshoz, akkor Ukrajna és Oroszország közel áll. Tehát számtalan történet van, amit én magam is hallottam Ukrajnában a frontvonalon, hogy ismerik is egymást. Volt olyan, hogy leültek vodkázni egy tárgyalás után az ukrán parancsnok, meg az orosz parancsnok. Tehát ilyen szintű az ismerettség. Ugye ez két ország, ami egy univerzumban élt nagyon hosszú ideig. Az más kérdés, hogy Nyugat-Ukrajna nyilván kulturálisan nagyon más, de Kelet-Ukrajna meg Dél-Ukrajna az ezer szállal kötődik Oroszországhoz. Nyilván ez a háború egyik oka is. Ez egy alapvetően nem a demokráciáról szól ez a háború. Ez, most mit mondjak, ez vagy nyugati illúzió, vagy nyugati propaganda, vagy a kettőnek a keveréke. Tehát alapvetően ez egy nacionalista háború, két nacionalista elképzelés van, az egyik ugye alapvetően egy ukrán-ukrajnát akar építeni, az orosz befolyást az kilapátolva onnan, az oroszok pedig a saját nemzeti, tehát itt nem a Szovjetuniót akarják visszaépíteni, hanem inkább ezt a szolzsenyicini orosz világot. Tehát amiben Belarus is sajnos, ugye beloruszoknak szerintem nem túl szerencsés módon az áldozata, és ugye ennek része lenne az ő elképzelésük szerint Kelet és Dél-Ukrajna, Nyugat-Ukrajna már kevésbé, tehát szerintem nem vágynak különösebben Nyugat-Ukrajnára. Hogyha megnézzük az orosz propaganda mit mond ebben, hogy Nyugat-Ukrajna az legyen a nyugaté, legyen Lengyelországé, legyen Magyarországé, legyen Romániáé, akárkié, nekünk nem kell, ez igaz. Tehát ilyen értelemben nem egész Ukrajnát akarják, tehát ez egy nacionalista háború. Azt pedig nyilván azt tudjuk, hogy Oroszország nem demokrácia, sőt, de hát azért Ukrajnának is komoly kihívásai vannak ezen a területen. Tehát a háború előtti időt nézzük, akkor mondjuk egy olyan időszak volt, amikor az éppen regnáló elnök az előző elnök ellen indított hazarálási pert, Poroshenko ellen az orosz kisebbségnek az egyik fő oligarchája ellen, Medvecsuk ellen, meg Brenzovics László ellen, a magyar közösség vezetője ellen. Tehát azért itt azért jelentős hiányosságok vannak sok területen. Voltak már 20, nyilván egy háborúban álló országtól azért ne várjuk el, hogy tökéletes demokrácia legyen, de hát 22 előtt se volt ez teljesen tökéletes. Tehát én azt mondanám, hogy ilyen értelemben illúzió, olyan értelemben nem, hogy nyilván van
elképzelés arról, hogy mi a nyugat. Egy elképzelés az az, hogy a nyugatba Ukrajna beletartozik. Szerintem beletartozhat, tehát félreértés ne legyen. Különösen most az orosz agresszió után az ukránoknak még a keleti, meg a déli oldal, aki egyébként nem támogatta a NATO csatlakozást, mérsékelte, támogatta az EU-t. Tehát úgy ketté volt vágva Ukrajna, még 14-ben is a többség nem támogatta a NATO-t, meg a nyugati integrációt. Ez egy ilyen majdan is fele-fele volt, talán 50-valahány százalék támogatta, 52-54 a majdant, a többiek meg nem. Tehát ez egy félbevágott ország volt, ilyen értelemben nyugat felé tolta Oroszország elég komolyan Ukrajnát. Tehát ebbe lehet így igazság, hogy a mostani Ukrajna az már egy nyugatosabb Ukrajna, mint ami 22 vagy 14 előtt volt. Illetve hát az egy nyugati koncepció mi? Mert az eredeti nyugati koncepció lehetett volna az is, hogy a nyugat Vlagyivosztokig tart. Hogy Oroszországot is integráljuk a nyugatba, erre voltak is erre kísérletek. Ugye legendás, de még úgy, aztán talán Bill Clinton mondta, hogy miért ne lehetne akár Oroszország is NATO tag. Ez ma már ugye a fantasztikum, tudományos fantasztikum, vagy nem, ez már tudomány nincs benne, fantasztikum. Tudománytalan fantasztikum világa. Tehát lehetett volna egy olyan nyugat, ami Vlagyivosztokig tart, ami nyugatunk. Most az, hogy ez miért nem így történt, szerintem ebben a nyugat is benne van, meg nyilván az oroszok is nagy mértékben. De a lényeg az, hogy van azért eleme ennek is, de a fő elem szerintem a háború okaiban az nem a két világ, hanem a két ország és a két nemzet közötti küzdelem, ami átalakult részben egy két világ közötti küzdelem, és amivel elértük azt, hogy az orosz világ az nem lesz a nyugati világ része a következő évtizedekben biztosan. Alapvetően egyetértek. Most kicsit másfelől közelítem meg a dolgot, és akkor lesz benne vita, talán. Én azt gondolom, tehát ez nem világok háborúja, nem kelet és nyugat háborúja, ami Ukrajnában zajlik, hanem ez egy birodalmi háború, birodalom, a központ és a periféria közötti háború, az önállósodás, a nacionalista törekvések, ugye az önálló állam megőrzésének, szuverenitásának a küzdelme az orosz imperialista ugye, birodalmi törekvésekkel szemben. Ugye van nagyon sok narratíva, amit hallunk, hogy vajon miért tört ki a háború, hogy az orosz narratíva többek között ugye az, hogy Ukrajna nem tudom, veszélyt jelentett volna az orosz államra nézve, vagy hogy ugye az ott élő orosz kisebbséget akarták megvédeni. Ugye van egy ilyen narratíva is. Van egy olyan narratíva, hogy a NATO olyan agresszívan terjeszkedett a kelet irányába, hogy ez már egy ponton túl sok volt Oroszországnak, és kénytelen volt beleavatkozni. Van egy olyan nyugati és Ukrajnából is érkező narratíva, amivel éppen nem értek egyet, hogy Ukrajna, mint önálló államprojekt, a demokratizálódó, nyugathoz csatlakozó Ukrajna egy olyan mintát jelentett volna Oroszország számára, ami veszélyt jelentett volna az orosz Putyin hatalmára nézve, mert az orosz lakosság ugye meglátta volna, hogy Ukrajna milyen példás módon fejlődik, és letaszította volna Putyint a trónjáról. Szerintem ez a narratíva is hibás. Ugye a magyarázat abban rejlik, ami a szemünk előtt zajlott le az elmúlt 20 évben, az a fajta integráció, amit Oroszország a térségben folytatott, és teljesen nyíltan folytatott, ugye kezdve azzal, hogy visszatértek, ugye visszahoztak egy katonai szövetséget, ugye a kollektív biztonsági szerződés szervezetét, elindították az integrációs folyamatokat, ugye előbb az egységes gazdasági tér jött létre, létrejött a 2002-ben a Jevrazesz, az a ilyen eurázsiai gazdasági övezet, amelybe a jövőben szorosabb integrációra lépő államok tudnának egyesülni. Ugye 96-ban megegyeztek Belarusszal a közös uniós állam létrejöttéről, és ugye fokozatosan elindították a térséget egy ilyen szovjet gyökerekhez, vagy orosz cári gyökerekhez való visszatérés irányába. Tehát Oroszország elkezdte visszaszerezni, vagy megpróbálni visszaszerezni azokat a területeket, ami hagyományosan orosz érdekszférához tartozott. És amíg nem volt hozzá megfelelő eszköztáruk, akkor ezt finoman politikai eszközökkel, gazdasági eszközökkel tették, ugye 2015-ben létrejött az Eurázsiai Gazdasági Unió, és ezt mind, ez a folyamat 20 év alatt ugye egyre mélyebb integráció irányába haladt, és Ukrajna pedig nem kért ebből a szövetségből. Ugye számos ország csatlakozott, Kazaksztán,
Kirgizisztán, Örményország, Belarus részei lettek ennek az Eurázsiai Gazdasági Uniónak. Ukrajna nem akar csatlakozni, és ami nem ment puha eszközökkel, azt ugye katonai eszközökkel tették meg az oroszok. Tehát Ukrajnának nem a Donbasszi területei kellenek Oroszországnak, nem a Krím kell Oroszországnak, hanem Ukrajna egészen, mert ez hagyományosan az orosz gondolkodásban, ugye van egy ilyen pánszláv gondolkodás, hogy Oroszország, mint olyan szempontból nem is annyira nacionalista, amit te mondtál, az orosz gondolkodás, hanem ilyen lenini hagyományokhoz híven, ilyen multi, nem is amilyen jó szóra, tehát, hogy multietnikumú, hogy igazából több nemzet, több nép van, de hát mégiscsak ezek testvérnépek, és a nagy testvér az orosz. Ugye, hát, ugye az ukránokat a 17-18. Században malorossziknak nevezték, hogy kisoroszoknak nevezték. Ugye ebben is azért van egy erőteljes üzenet, hogy mi vagyunk a nagy oroszok, a nagy testvér, amely tudja, hogy mit akarnak, és ők a kicsik, akik hát majd, ha kellő tapasztalatot szereznek, és nem tudom, tanulnak tőlünk, akkor majd elérik a mi szintünket. Tehát ez igazából erről szól, hogy minden szláv nép, amely valaha is az orosz ernyő alá tartozott, azokat vissza kell szerezni, gazdasági eszközökkel, politikai eszközökkel. Ha az nem megy, akkor katonai eszközökkel. Ezért félnek a lengyelek. Ugye a lengyelek is hagyományosan az orosz érdekszférához tartoznak, a lengyelek is egy szláv nép. A 18. században egyébként ezek a pánszláv gondolatok Lengyelországban is terjedtek, a Balkánon is nagyon erőteljesen terjedtek. Ugye Szlovákiában, ha megnézzük, hogy mennyien támogatják, vagy mennyien osztják az orosz narratívát, hát a lakosság több mint 50%-a ebben a háborúban igazat ad Oroszországnak. És ez nem véletlen, ezek a pánszláv gondolatok, a pánszláv eszmék, szláv országokban nagyon, nagyon mély, hát Lengyelországban nem, de mondjuk Szlovákiában, Csehországban, vagy főleg Szlovákiában például mély talajra találtak. Tehát ez egy birodalmi háború, és Ukrajna ebből a birodalomból próbál kiszakadni véglegesen. Mi ebben az egész ukrán háborúban a nyugati érdek? És egyáltalán lehet-e össznyugati érdekről beszélni? Van-e érdekazonosság az Egyesült Államok és az Európai Unió között, vagy pedig ezt érdemes szétválasztani a kockázatait is, meg a esetleges nyereségeit is? Még egy mondat, tehát én annyit mondanék, hogyha tényleg, ha megnézzük az oroszok, mit mondanak, azt általában 90%-val nem kell elhinni, sőt, nem tanácsos elhinni. De amikor arról beszélnek, hogy alapvetően Kelet és Dél-Ukrajna a céljuk, akkor szerintem elhihetjük. Tehát nem teljesen irreális az az elképzelés, hogy ez integrálható, ezek a régiók, tehát Odessa, ez a Novorosszia régió. Az viszont teljesen irreális, hogy Nyugat-Ukrajnát bárhogyan is tudják integrálni. Tehát ha hittek is ebben, szerintem ennek vége van, mert látják azt a nagyon kemény ellenállást, ami van velük szemben. De tényleg érdemes Szolzsenyicint olvasni ebben, tehát amikor ő írja, hogy a nyugat-ukránok azok majd döntsék el, de a kelet meg a dél az mi vagyunk. Ezt írta. És Putyinnak szerintem inkább Szolzsenyicina az agya, mint Dugin, vagy még néhány más őrült. Tehát én nem... És adták most újra a könyveit. Igen, tehát és Szolzsenyicin van piedesztára állítva. Tehát azért itt ebben van egy kis vitánk, ami meg Lengyelországot illeti, tehát... Hát ha az oroszok azt képzelik, hogy Lengyelországot valamikor valamilyen szinten integrálni tudják egy orosz világba, akkor nem hogy tudománytalan fantasztikum, hanem az ezotériának az ezotéria maxima. Tehát soha az életben Lengyelország nem viselne el egy orosz igát. A második világháború után ez ugyan sikerült, de milyen terrorral. Oroszország erre nem képes. És lehet, hogy tehát nekem is megrendült a Putyin racionalitásában a hitem ugye 2022. február 24-én, de azért ennyire nem gurult talán el a gyógyszer, hogy valaki azt képzelje Oroszországból, hogy nem egy, még ha lenne erejük egyébként egy NATO tagállamot maguk alá gyűrni, Lengyelországban nem egy véres ellenállás várna rá egy évszázadig Oroszország. De ez az Oroszország nem az orosz birodalom. Azért azt nagyon fontos látni.
ez az Oroszország egy 146-7 milliós, ha mindent egybe veszünk, a megszállt területeket 150 x milliós ország, aminek iszonyat mértékben zuhan a népessége. Oroszország annak innen az orosz birodalom leggyorsabb népességi növekedés, egy nagyon gyors gazdasági növekedés produkált. Egyébként ezért kezdte el Németország, mert Németország kezdte el valójában az első világháborút, hogy addig csapjon le Oroszországra, amíg nem nő túl nagyra. Ilyen dinamikus ország volt Oroszország, messze nagyobb lakossággal, mint a németek, vagy az osztrák-magyar monéra. De visszatérve a válaszod, hogy mi a nyugati érdek? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem geopolitikailag hosszú távon gondolkodva a nyugati érdek az lett volna, hogy Oroszországot megtartsuk a nyugat. Ha nem is az oldalán, de megtartsuk abban a térben, amiben lebeg mondjuk Kína és nyugat között, és inkább a nyugat irányába lebeg. 2008-ban ezzel a zseniális nesze semmi fog meg jól, Grúzia meg Ukrajna egy nap majd a NATO tagja lesz. Elértük azt, hogy Oroszország elinduljon egy másik úton. Ugye utána jött a grúziai háború, ami már egy hatalmas szöget ütött a koporsójába a nyugati orosz együttműködésnek, aztán 14. Az végleg a Krím annexiójával az oroszok mondták ki, hogy mi szakítunk veletek forever, tehát örökre. Tehát geopolitikailag a nagy politika szintjén, hogyha lennének Kissingerek nyugaton, de nincsenek, akkor nem lépjük meg Ukrajna felé a nyitást, meg Grúzia felé. Ideológusok vannak nyugaton. Tehát, hogyha ideológiában nézzük a dolgokat, persze, hogy a mi ideológiánk a lehető világok legjobbika, tehát ez a nyugati liberális demokrácia, akkor persze terjeszkedjünk azok felé, az országok felé, amelyekben van nyitottság. És azért Grúziában vagy Georgiában van nyitottság, Ukrajna főleg nyugati felén van nyitottság. Miért ne? Tehát ilyen értelemben, aki azt hiszi, hogy itt a szabadság küzd a gonosz birodalmával, annak persze, hogy van érdeke, mert a gonosz birodalmát meg kell verni, és az utolsó ukrán is akár menjen, mert a gonosz birodalma ellen harcol. És ezt higgyék el, hogy van ilyen. Tehát én is ültem panelekben olyan nyugati kollégákkal, akik már felvázolták az orosz vereséget Ukrajnában, persze nem a saját vérükön. Tehát az oroszokat megverjük így többes számban Ukrajnában, we defeat Russia in Ukraine. Miután mi megvertük, persze hát ők nem mennek oda, miután mi megvertük az oroszokat Ukrajnában, utána jön Oroszországnak a felbomlasztása. Itt ült mellettem nemrég Budapesten egy kolléga, nagyon értelmes, világlátott ember, aki ezt halálkomolyan elmondta. Na most, hát az ő világában ez az érdek, hogy Oroszországot megverjük. Abba, aki gondolkodik arról, hogy mit kezdjünk majd Kínával, mit kezdjünk a világ problémáival, annak ez a háború, ez a végső szakítás Oroszországgal, és egy olyan geopolitikai helyzet elő... Van olyan, hogy végső szakítás? Végső szakítás nincsen, ugye most nemzedéknyi, tehát nyilván a történelem nem ér véget. 30 év múlva lehet, hogy egy egész más helyzet áll elő, csak azt mondom, hogy a mi nemzedékünk számára, tehát én nem látom azt Oroszországot 20 éven belül köszönteni fogjuk a nemzetközi közösség tisztelt tagjaként nyugaton, hát olyan dolgok történtek tényleg, amik felett nehéz felülemelkedni. Csak azt mondom, hogy tényleg létrehozunk, szerintem alapvetően nyugati önlábon lövés ez az egész politika, ami folyt. És ezt lehet neokonzervatívnak, meg liberális intervencionista politikának nevezni, de ez gyakorlatilag megvolt adminisztrációkon át az USA-ba, hogy majd mi megoldjuk a világ problémáit, magunk képére faragjuk az egészet. Na ennek az eredménye az lett, hogy Kína maga mellé most már megkapta Oroszországot, ott van Irán, hogyha így folyik tovább az izraeli konfliktus, a Közel-Kelet nagy része az véresen ellenünk lesz, a nyugat ellen lesz. Meg kell nézni tényleg ezeket a csatornákat, hogy mi megy. Már nem is Izrael nagy sátán, az USA meg az európai keresztesek. És akkor ki lesz elszigetelve? Ja, meg ott van India. Tehát Indiának is megmagyaráztuk már nagyon sokszor a Módinak, hogy mi a demokrácia. Erre Módi belecsap a oroszoknak a kezébe. Ugyanez a szaudi koronahercege. Tehát ennek a politikának egy globális kudarcát látjuk. Mondom, ilyen kis jelképekben, hogy Blinken várakozik a repülőtéren, és nincs ott senki a szaudiak részéről. Hát ez a kudarc, ez szerintem a nyugatnak a prosperitását, a hosszú távú életképességét azért nem fogja túlzottan javítani, és ennek az egyik terepe Ukrajna, ahol azt mondom, én mindig azt mondom, hogy nem fog nyerni Oroszország, de nem fog nyerni Ukrajna meg a nyugat se. Tehát lesz itt egy emésztő konfliktus még éveken át,
vagy sok éven át. Az a kérdés, hogy mennyi energiát rakunk bele, de a megnyerése annak az esélye van, egyen múlik azon, hogy esetleg Oroszország valahogy önmagában megbicsaklik, de hát ez egy remény pusztán. Hadd vitatkozzak egy picit, főleg az első része, amit mondtál. Kicsit alul, úgy érzem, hogy alul értékeled ezt az Oroszországot, amely valóban elég rossz eredményeket produkált eddig Ukrajnában, egészen más, mint amire ők számítottak. De ugye azt mondtad, hogy ez egy lakosságában csökkenő, erőforrásaiban csökkenő ország, de hát ne feledjük el, hogy itt egy integrációs projekt zajlik. A hosszú távú célja az oroszoknak, hogy a jelenlegi Oroszországból egy kvázi orosz birodalom 2.0-át hozzanak létre, amivel beletartozik majd Belarus, beletartozik Közép-Ázsia, beletartozik Ukrajna is a 40 vagy 30 milliós lakosságával, nem tudjuk, hogy mi lesz addigra, de mindennel együtt ez mégiscsak egy 280 kötője 300 millió fős orosz birodalom lenne, hogyha sikerülne ez az orosz projekt. És nyilván ezt nem egyszerre minden fronton minden is megtörténik, hanem Oroszország ugye kis lépésekkel halad a cél felé. Ugye voltak kiszivárgott dokumentumok, nem tudjuk annak a mennyire igazak, amelyek például arról szóltak, hogy Belarus 2030-ig akarják teljes mértékben integrálni az orosz közigazgatásba. Tehát onnantól kezdve Belarusnak például teljes módon alárendes státusza lenne, ami többek között a mondjuk a külpolitikában és ugye leginkább a katonai ugye szervek működésében kulminálódna, tehát abban mutatkozna meg. És ugyanígy folytatódna, hogyha, tehát nyilván, hogy Oroszország megnyeri ezt a háborút Ukrajnában, én is azt gondolom, hogy nem fogja, de ők abban bíznak, hogy az idő nekik dolgozik és megfogják, akkor ez ugye példaként szolgál más államok számára, akik próbálkoznak valamiféle önálló politikával, aki 2014-es krími események után erősen meggondolták, hogy érdemes-e folytatni, vagy mélyebb integrációra lépni Oroszországgal, például Üzbegisztán, Kazaksztán. Egy esetleges orosz győzelem azt mutatná, hogy Oroszország megerősödik, és ezeket az államokat még jobban kontrolljuk alá veszi, és nem nagyon marad választása ezeknek az államoknak, mint hogy szorosabb kapcsolatokat építsenek Oroszországgal. Tehát, hogyha ez az orosz projekt sikerülne, akkor én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb irányba haladnának a dolgok, mint ahogy most jelenleg kinéznek egy valóban csökkenő létszámú, lakosságú erőforrásaiba lehet, hogy csökkenő Oroszországa, de a hosszú távú projekt nem ez. És ők nem ennek hiszik maguknak, ők egy növekedésben lévő birodalomnak hiszik magukat, akik felveszik a versenyt az Egyesült Államokkal. Egy olyan ország, ugye Putyin ez 2008-ban a Müncheni beszédében is kijelentette, egy olyan ország, amely, bocsánat, 2007-es Müncheni beszédében, egy olyan ország, amely a világrendnek egy különálló pólusát jelentheti, amely felveszi a versenyt az Egyesült Államokkal. Ugye az egész, nem tudom, második világháborús győzelem kultusza is ebből ered, hogy ők az a hatalom, amely megverte a fasiszta Németországot, amelynek Európa a békét köszönheti, mert hogy Oroszország vagy Szovjetunió volt az, amely ezeket az erőfeszítéseket megtette. Ez van az orosz eposzban. És akkor válaszolva a kérdésre, csak röviden, hogy mi az érdeke Európának, hogy mit akar Európa. Én azt gondolom, leegyszerűsítve, és tényleg rövid leszek, leegyszerűsítve a válasz az, hogy Európa abban bízik, hogy minden visszatér a business as usual mederbe. Ebben nem teljesen értek egyet Attilával, hogy ez itt most az Oroszországgal, vagy pontosabban részlegesen értek egyet, hogy Oroszország most minden megszakadt. Lehet, de nem ebben bízunk. Tehát lehet, hogy ez a szakadás ez valóban is abban az irányban mutat, hogy ez akár évtizedes, vagy több évtizedekig tarthat, hogy Oroszország valóban egy olyan fekete folt lesz a térképen, amellyel a nyugat nem épít semmilyen közvetlen kapcsolatot. Persze közvetítőnkön keresztül ugyanúgy kapcsolatban vagyunk Oroszországgal, de mégis közvetlen kapcsolat nem marad. De Európa nem ebben bízik. Európa abban bízik, hogy valamilyen
Hát jelenleg inkább csodának nevezhető módon, de persze nem ebben bízunk, hanem nem tudom, a háborús vereség kapcsán, vagy az orosz lakosság ellenállása következtében Vlagyimir Putyint leváltják, az orosz vezetés menni fog, Oroszország megbűhődik, és onnantól kezdve minden visszatér a régi kerékvágásba, Oroszország kivonó Ukrajnába visszaadja a Krím-félszigetet, és elindulnak a gázszállítások Németország és Európa más országa irányába. Tehát azt gondolom, hogy a stratégia lehet, hogy nem kimondva, de ebben áll, hogy legyen vége a jelenlegi orosz hatalomnak, és minden térjen vissza oda, honnan ez elindult, vagy ahol tartott mondjuk a 2000-es évek elején. Ez a legnagyobb reményünk. Attila már beszélt az EU és a NATO tagságnak legalábbis a támogatottságáról Ukrajnában. Beszéljünk kicsit a realitásáról. Hogy melyiknek mekkora realitása van, ugye beszélnek már arról, hogy akár idén el kéne kezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, illetve hogy ennek a kimenete az hogyan fog visszahatni Ukrajnának az önazonosságára. Tehát Attila mondtad, hogy még a korábban oroszpárti régiók is most jóval kevésbé oroszpártiak az átélt szenvedések hatására, de hogyha a nyugattól meg nem azt kapják, amivel most nagyon erősen bíznak, és úgy gondolják, hogy ők a vérüket adták azért, hogy ezért egy legalább, hát szinte jár egy teljes EU-tagság, és lehet, hogy egy NATO-tagság is, hogyha ez mégse így alakul, akkor annak mi lesz a visszahatása? Tehát az nagyon fontos látni, hogy most már abszolút többségi támogatottság van a NATO-nak meg az EU-nak. Ehhez Oroszország kemény, lassan már 10 éves munkája kellett, hogy Ukrajna ilyen mértékben a nyugat felé forduljon. Tehát ezért gondolom azt egyébként, hogy reménytelen bármilyen integrációs elmélet Oroszország részéről, hogy Nyugat-Ukrajnát bármilyen szinten integrálni tudják, mert gyűlölet van. Nagyon mély gyűlölet van Oroszországgal szemben. Még annyit Közép-Ázsiáról, hogy Kazasztánba gondolkodnak, Kazasztán északi részében, mert ott oroszok élnek, de a többit az a legfeljebb ugye befolyási övezetként gondolnák maguknak, csak hogy ott azt már Kína eltette magának jelentős részben. Tehát ez szerintem az orosz birodalmi remények, hogy visszaállítsák a Szovjetuniót, legelőször, hogyha arrafel elindulnának, Kínába ütköznének bele, mert a nyugat nincs ott. Kína viszont egy 10-szeres gazdasági erejű ország Oroszországhoz képest. És még annyit az orosz jövőről, hogy az orosz jövő alapja az a gáz és az olaj. Én azért kíváncsi vagyok, hogy az olajár hol lesz 20 év múlva, mert az olaj a főbevételi forrásuk. Azon kívül, gázon, olajon kívül oké, gyémánt, meg nemesfémek, tehát azért ad el Oroszország dolgokat, de a nagy bevételét, ha véget ér az olaj és a gázkorszak, el fogja veszíteni. Tehát most nyilván nem azt mondom, hogy 2030 vagy 2040, de 2050 felé közeledve én nem túl sok Gazprom meg Szurgutnyefte gáz részvényt vennék, mert nem fog ennyit érni se a gáz, se az olaj. Mert a zöld forradalom ugyan egy ideológiai álomvilág jelen pillanatban, de 10 év múlva nem biztos, hogy az, amikor elér odáig a technológia, és akkor az a gáz meg az olaj az kevesebbet fog érni. De a kérdésedre nagyon röviden a válasz, tehát a kérdésedben benne van a válasz. Tehát nem reális a gyors csatlakozás, és rendkívüli csalódás lesz Ukrajnának. Az, amit kap, és amilyen feltételekkel kapja. Tehát ugye már most látjuk a búza, vagy a gabona válságon, hogy meg vannak lepődve a lengyel-szlovák, hát a magyaron nem, de minden másnak a reakcióan halálosan meg vannak sértődve, de hát kérem a mezőgazdaságainkat kivégezni így Ukrajna ebben a formában. Ez nem szeretem kérdés, hanem ténykérdés. Az is ténykérdés, hogy Ukrajna Európa legszegényebb országa. Tehát ha Ukrajna belép az Európai Unióban, akkor szinte mindenki nettó befizető lesz az EU-ban, aki ma Közép-Európában nem nettó befizető, hanem pénzt kap. Hát azért én nem vagyok benne biztos, hogy amikor a háború véget ér, és mindenki végignézi a költségvetését, akkor Kelet-Európa, Közép-Európa és tömegesen támogatnak. És ott van a kérdés, hogy véget ér a háború, tehát hogy lesz egy ilyen elvágólagos. Nem, de tehát így nem ér véget. Ráadásul így nem is ér véget a háború úgy, hogy akkor kötöttünk egy békét, és akkor mindenki aláírja, meg az oroszok aláírják a... És úgy felvenné az EU Ukrajnát bármilyen formában, hogyha az egy le nem zárt konfliktus? Hát Ciprust fölvette úgy, hogy egy le nem zárt konfliktus van, tehát elméleti lehetőség erre van. Nyilván Ukrajna egy más ligába focizik, meg Oroszország is.
Elméleti lehetőség van rá, nyilván az magyar érdek is egyébként, hogy megkezdődjenek a tárgyalások, mert Ukrajnát csak így lehet befolyásolni, semmi mással. De ez egy nagyon hosszú távlat. Tehát Ukrajna nem olyan állapotban van, sőt a háború előtt sem olyan állapotban volt, mint Magyarország a 90-es években, amikor mi elkezdtük ezt a folyamatot. És azért milyen nehézségek voltak azért, mire Magyarország belépett. Ukrajna, ahogy mondtam, Európa legszegényebb országa volt a háború előtt. Akkor most mi? Tehát, és hatalmas, tehát hogyha 30 milliónál nem lesz több lakosa a háború után, még ha mindent vissza is szerez, sokkal biztosan nem, akkor is egy 30 milliós ország. Tehát egy 30 milliós, nagyon szegény ország Európán belül, azért nem túl egyszerű történt az EU-n belül. A NATO olyan értelemben egyszerűbb lenne, ha valami ideális világban az oroszok kivonulnának, megadnák magukat, fölhúznák a Kremlre a fehér zászlót, akkor be tudna lépni a NATO-ba Ukrajna. Csak megint ez az ilyen tudományos, fantasztikus világ, hogy Oroszország ezt megteszi nekünk, hogy önmagába, kardjába dől a mi kedvünk. Jó, Prigozsin volt, körülbelül ennyi reményünk volt. Tehát Prigozsinnal egy lövés volt az orosz rendszeren belül, ez a hektikus, én néha az orosz Elon Musk-nak hívom Prigozsin, mert egészen elképesztő stílusa volt, meg egyébként egy karakteres, karizmatikus figura volt. Nincs ilyen, nincs ki Sojgu, meg, tehát ki venné át Putyintól, vagy mitől lenne polgárháború, tehát Navalnyi a börtönből. Szerintem ki van adva a parancs, ha valami rendülés van az orosz rezsimben, akkor az első dolog, hogy megkéseli valamelyik másik elítélt, nyilván az FSB által felbérelve. Ráadásul kérdés, hogy mondjuk Navalnyi jelentene bármi változást a Ukrajnához való hozzáállás. Szerintem azért igen, bár a Krímet nyilván ő se tudná visszaadni. Tehát azt az orosz vezetőt, aki a Krímet visszaadná katonai kényszer nélkül, azt szerintem megenni az orosz nép. Tehát azért van ott egy nacionalizmus, van ott egy düh, van ott egy frusztráltság. Tehát az oroszok azért nagyon rosszul élték meg ezt az elmúlt 30x évet, 92 után. Tehát azért azt nem tudja megtenni egy vezető se, hogy mindent föladjon. Tehát ahhoz egy olyan vereség kéne, hogy mindent föladjanak, mint a német második világháborús vereség, de ennek még akkor... Egy akadálya mindenképpen van a nukleáris erő. Ugye Adolf Hitler, hogyha lett volna nukleáris fegyvere, akkor nem szenved vereséget Németország nyilván, mert bevetette volna. Akkor mindenki elpusztul, hogyha egy ilyen helyzet lett volna. Tehát, hogyha ehhez hasonlítjuk Oroszországot, ugye gyakran hasonlítják a második világháborús német vezetőhöz Putyint, szerintem ezért ez így ebben a formában túlzás, de az biztos, hogy nem fogná vissza magát, hogyha mondjuk a Szevasztopol felé mennének az ukrán katonák. Tehát a lényeg az, hogy röviden, hogy rendkívül nehéz Ukrajna útja, de fontos, hogy van ez az út. Tehát, és most már az ukrán nép is ezt akarja, az ukrán nép többsége. Nekem az mindig itt a nagy probléma, amikor elkezdtük ezt az Európa felé nyitogatni nekik az ajtót, az ukrán többsége nem is akarta ezt, se a NATO-t, se az EU-t a 2000-es években. Tehát ugye ez már a múlt zenéje. Jót tettük-e velük? Jót tettünk-e valójában Ukrajnával ezzel, hogy egy ilyen délibábos reményt adtunk, majd meglátjuk 20 év távlatában, lehet, hogy azt mondom, hogy igen, ezen is van néha vitánk Antonnal, de ha 20 év múlva se lesz Ukrajna, NATO meg EU tagok, és lesz 25 millió lakosa és félig lerombolva, akkor azt mondom, hogy nem tettünk jót, de ezt majd valami nyugdíjas otthonban megbeszéljük. Kezdem azzal, hogy mielőtt válaszolok a kérdésedre, hogy ugye említetted, hogy Oroszország majd milyen szerepben lesz 2030, 40, 50, 60, nem tudom mikor. Nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy ugye 50 éve nem tudtuk, hogy a kőolajnak ilyen értéke és ilyen szerepe lesz, vagy 60-70 évvel ezelőtt. Hát nem volt olyan ára és olyan értéke, tehát nyilván ezek az arab országok ebből gazdagodtak meg. Dubaj egy olyan bámulatos, tehát ugye Dubaj 60-as években még egy kikötőváros volt, egy kicsi halászfalu volt, most pedig egy az olajbevételekből egy közel-kelet egyik meghatározó központjává vált. Tehát nem tudjuk, hogy milyen... Oroszország a világ legnagyobb országa. Emellett pedig ott van az északi sark, olyan erőforrások felett diszponálnak, aminek a fontosságát nem tudjuk jelenleg megítélni, nem tudtuk, hogy például az akkumulátorban való, nem tudom, nikkel vagy lítium, hogy ennek olyan meghatározó szerepe lesz,
30 évvel ezelőtt ezt nem gondoltuk. Tehát ilyen szempontból nem építenék arra, hogy most Oroszország úgyis meggyengül, és egyébként egy hanyatlásban lévő hatalom. Azért ne becsüljük le Oroszországot, az elmúlt néhány száz évben tudta magát. Oroszország mindig ilyen nagyon jó azonosítható, behatárolható fázisokon megy keresztül. Ugye mindig van egy megerősödés, ugye aztán van egy hódítás, aztán mindig van egy összeomlás, és az egész ciklus elindul újra és újra és újra. Tehát nem, senki se gondolta volna, hogy a Szovjetunió összeomlása után Oroszország lábra tud állni. Ugyanígy viszonylag rövid idő alatt is mégis megtörtént. Tehát én nem ilyen reményeket nem fűznék hozzá. Ami ugye Ukrajna, EU és NATO csatlakozását illeti, én is azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú folyamat lesz, inkább lesz meg előbb az EU-s csatlakozás talán, utána a NATO csatlakozás, de azt gondolom, hogy a folyamatok elindultak, és nem, tehát előbb-utóbb ez meg lesz kérdés, persze, hogy mikor. Ennek feltétele, hogy véget érjen a háború. Én azt gondolom, hogy háborúban lévő országot nem fogják felvenni egyik szervezetben sem. Egy orosz összeomlás az automatikus, azonnali lehetőséget adna a NATO csatlakozásra, tehát az ugye egy megfelelő időzítést szolgálna ahhoz, hogy Ukrajnát a NATO-hoz beléptessék a NATO-ba. Az EU az lehet, hogy egy picit keményebb meccs. Ehhez lehetséges, hogy bizonyos európai mechanizmusokat át kell majd alakítani Ukrajna miatt, ami a politikai döntéshozatalt illeti, ami a gazdasági mechanizmust, a pénzeosztást illeti. Nem vagyok benne biztos, hogy Ukrajna felvételekor ugyanaz lesz a rendszer, mint jelenleg. Tehát lehet, hogy Ukrajna kedvére ezeket át kell szabni. És még egy gyors gondolat, ezen szoktunk vitatkozni Attilával elég sokat. Én azt gondolom, hogy Ukrajna azért óriási potenciállal rendelkezik. És ebben nem értünk egyet, hogy azt mondja Attila, hogy ha előtte is szegény volt, akkor háború után még leromboltabb, lepusztítottabb lesz. Igen, de a potenciál ott van Ukrajnában. Tehát Ukrajna rendelkezik Európa mezőgazdaságilag leggazdagabb földjeivel, a Csernyozom-földek, potenciálisan mezőgazdaságilag ezek rendkívül termékeny, rendkívül jó földek. Ugye nem véletlen volt Ukrajna a világ negyedik legnagyobb gabona exportőre az elmúlt években, a háború előtt. Ukrajna rendelkezik Európa legnagyobb szénkészleteivel, Ukrajna rendelkezik Európa legnagyobb színesfém készleteivel. Tehát rengeteg olyan erőforrás van. A modern high-tech eszközökben egyszer csináltunk az Ökonomuszban egy ilyen összefoglalást, hogy a modern high-tech eszközökben használt különböző elemek és ritka fémek milyen előfordulási arányban találhatóak, és a 120 legtöbbet használt ilyen elemben és ritkafémben, ritkafém mindegyike megtalálható Ukrajnában. Tehát a potenciál ott van, de ugye a kérdés az, hogy milyen alapok lesznek, tehát véget ér-e a háború megnyugtatóan. Tehát lesz-e olyan lezárás, ami megnyugtatja a piacokat, hogy oda érdemes befektetni, és nem fog megújulni a konfliktus. Tehát például az egy nagyon fontos kérdés. Ha megnyugtatóan zárul le a háború, akkor én azt gondolom, hogy abszolút benne van a potenciál Ukrajnában, hogy fejlődjön, és Európa egyik fontos államává válj. Szűk 10 percünk maradt, hogyha van esetleg a közösségből bárkinek kérdése, akkor ennek nagyon szívesen helyt adunk. Mennyit... Ja, parancsoljon. Hol volt a kérdés? Amikor arra beszélgetünk, hogy mi lesz 20 év múlva, akkor vissza tudunk-e nézni a 20 évvel ezelőtti Csecsenföldre? Tehát 2002 Dubrovka és a bombázások, tehát 20 évvel ezelőtt Csecsenföld véres háborút vívott Oroszország ellen, most pedig a legnagyobb barátok. Van-e egy ilyen forgatókönyv? Én azt gondolom, nem barát. Tehát én azt gondolom, az ő, tehát a Csecsenföld féle forgatókönyv az, hogy maximálisan kihasználják az oroszok által nyújtott forrásokat. Tehát Oroszország úgy tudta pacifikálni Csecsenföldet, hogy tömérdek mennyiségű forrást allokált Csecsenföldnek, tehát egyfőre vetítve Csecsenföld ugye központi forrásból jutatott támogatása messze magasabb, mint bármelyik más orosz régiói. Tehát pénzért veszi meg jelenleg Oroszország a békét, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy tartós béke. Tehát abban a
nem csak békét vett, hanem hogy az ő oldalán harcol, sőt még lelkesen is harcol egy másik népelvívott konfliktus. Ez is ugye a stratégia része, hiszen ezeket a fegyvereseket, az egyébként ugye Ramzan Kadirov nagyon ügyesen épített ki magának, gyakorlatilag egy magánhadsereget. Ezeket a fegyvereseket most befogják más feladatokra, addig sem jelentenek veszélyt Oroszország régióiban. De abban a pillanatban, ahogy gyengül a központnak a hatalma, abban a pillanatban, hogy lehetőséget látnak a csecsenek az elszakadáshoz, abban a pillanatban lépni fognak. Tehát azt gondolom, hogy Oroszországban sincs senkinek illúziója, hogy Ramzan Kadirov egyébként mennyire megbízható vezető. Lehet, hogy nagyon lojális Putyinhoz, konkrétan Putyin személyéhez, de ha egy másik vezető lenne, ugye erre épült egyébként az egyik orosz választási kampány, azt hiszem, vagy a 11-es, vagy a rákövetkező kampány, hogy vajon egy másik liberális vezető, aki nem Putyin, és például Alekszej Navalnyi lenne, az meg tudná tartani Csecsenföldet. Azt gondolom, hogy ebben a kampányon minden benne van, hogy maguk az oroszok sem hiszik azt, hogy egy erős központi hatalom nélkül ez a régió mennyire lett pacifikálva. Tehát ez egy pénzért vásárolt béke, ami nem tűnik túl hosszú távonak. Most 100%-ig egyet fogok érteni. Csecsenföldet megvették lábon. És ez addig tart, ameddig tart ez a Putyin-Kadirov kapcsolat. Jó, nyilván lehet, hogy a következő vezető megint tud venni magának egy helyi vezetőt, aki valamennyire pacifikálni tudja Csecsenföldet, de itt tényleg a felhőkarcolók, meg az óriás mecsetek világa, meg a Putyinénál nagyobb konvojok, Merciből, meg Porségből álló konvojok világa ez a Csecsenföld. De akkor is egy 1 milliós parányi kis terület, Ukrajna pedig egy 30 milliós 600 ezer négyzetkilométeres terület, és tényleg Nyugat-Ukrajnában az, ami van, tényleg tapasztalni azt a mélységes gyűlöletet. Csecsenföldön is megvolt persze, de azért szerintem ez más, tehát itt Csecsenföldet gyakorlatilag békén hagyják, tehát hogy belül mit csinál Kadirov, tehát az FSB-t rúgdossa ki Kadirov, tehát ott komoly, gyakorlatilag egy félig, vagy talán egészen befele független országocska, egy hűbéri tartomány, ami cserébe katonai szolgálatot végez, tehát inkább középkori, vagy ilyen Game of Thrones-os hasonlatokba lehetne leírni Csecsenföldet, ez nem egy európai valami, hogy van egy tartománya, egy föderációs eleme, hogy szabatosabban fogalmazzak Oroszországnak, ami személyes hűbéri függésben van a föderáció elnökétől, annak a vezetője, de egyébként az orosz szervek, beleértve még egy olyan szervet is, mint az FSB, nem teljes szabadsággal működnek. Tehát ez egy egész, és ez nem csak részben a Kaukázus más részeire is jellemző, hogy ilyen félig meddig ilyen, hát nem is tudom, tehát nem modern állami struktúrák vannak, hanem a helyi erős emberekkel állnak szóba az oroszok. Tehát szerintem Ukrajnában nem lehet megcsinálni, mert a méretek miatt is, a kultúra miatt is. Ukrajnában egy európai típusú nemzet van, és ez a nemzet az, ami úgy érzi, hogy lemészárolják, és nem teljesen jogtalanul. Tehát Ukrajnának a nyugati részében az oroszok, én mindig azt mondtam, ha még katonailag sikert is érnének el, logisztikai ellátásuk bénulna meg, mert a konvojokat támadnák az ellenállók úgy, hogy egyébként 45 után az ukrán ellenállók hosszú éveken át harcoltak, csak akkor Sztálin megtehette azt, hogy deportáljon, tömegmészároljon, ma meg azért már, tehát ezért reménytelen szerintem Ukrajna integrálása, Nyugat-Ukrajna, a dél, meg a keleti rész, ott van ma is orosz támogatottság, sokkal kevesebb, mint 22. 10% alatti. Hát, de akkor is van. Hát a nullához képest a 10, tehát ott mindig találnak kollaboráns nyugaton, meg szerintem gyakorlatilag lehetetlen. Nem tudom, hogy van-e még kérdés, nekem egy búcsú kérdésem van, hogyha más nem szeretne már kérdezni, hogy... Jaj, bocsánat, nem lehet. Kérdés, ez rövid lesz, de a válasz az persze az elnyújthatjuk. Ugye szó esett itt az EU-nak, meg amerikaiaknak az érdekéről, az oroszok érdekéről. Én a kínaiak érdekére szeretnék rákérdezni, illetve az ő szerepükre, a jövőbeli álláspontjukra. Ukrajnában, a Közel-Keleten, bocsánat? Nem. Az ukrán konfliktusban? Az ukrán konfliktusban, igen.
Az én válaszom rövid lesz. Hát ugye birodalomépítésben vannak, tehát Ukrajnát, ha most nem sikerül Ukrajnát megszerezni, akkor ez egy hosszú távú projekt, akkor ugye... Bocsánat, Kína érdekről volt szó. Kína. Tehát, hogy Kínának mi az érdeke ebbe a konfliktusban? Hát Kína számára én azt gondolom, hogy a stabilitása meg a békében érdekelt jelenleg most Ukrajnában, hiszen a kínai ugye egy övezet, egy út projekt erre épült, hogy összeköti az ázsiai kontinenst, európai kontinenssel, ugye nem csak tengeri úton, hanem ugye 5 szárazföldi folyósót azonosítottak be, és ugye ezt Xi Jinping ezt a projektet 2013-ban Kazahsztánban jelentette be, tehát ez is ugye mutatja, hogy ugye Közép-Ázsiának is fontos szerepet szántak ebben, de és például a Krím-félszigetnek és Ukrajnának egy kiemelt szerepe volt az Egyövezet Egy Út projektben, csak aztán 2014-ben megtörtént a Krím orosz megszállása. Aztán a hangsúly eltolódott Belarusz felé, tehát a kínaiak az elmúlt években nagyon komoly bázisokat épített, nem katonai, hanem gazdasági bázisokat építettek, tehát ilyen szabadkereskedelmi zóna van, ahol a kínai tőke gyakorlatilag korlátlanul beléphet, de eredetileg a terv Ukrajna lett volna. És hogy az Európába irányuló szállítások, mondjuk kínai áruszállításoknak egy része egy Belaruszon, Malasevicen keresztül, Belarus-Malasevicen, Lengyelországon keresztül jut be Európába, de egy része Ukrajnán keresztül érkezett be. És hát a háború óta ugye nem csak ezek a kapcsolatok szakadtak meg nyilván a háború miatt, de ugye a Belarus kapcsolatok is megszakadtak, hiszen Belarus és Lengyelország között semmilyen teherszállítás nincsen, tehát mind a vasúti forgalom megszakadt, mind a közúti forgalom megszakadt. Tehát Kína elsősorban abban érdekelt, hogy minden stabilizálódjon, visszatérjen a business as usual az Ukrajnában, és szabadon kereskedhessenek Európával, hogy eddig. Én ezt nem teljesen így látom. Szerintem Kínának ez a konfliktus, ez a háború, ez egy ajándék. Ugyanis amortizálja Oroszországot, amortizálja a Nyugatot, és Kínát pedig nem, vagy jóval kevésbé. Nyilván Kínának is jelent ez gazdasági nehézségeket, de hogyha, és Kína új hidegháborúba gondolkodik, tehát egy pillanatig nem gondolnak más, mint az USA az ellenség. Az európaiakat próbálják az Amerikáról leválasztani. Ilyen értelemben lehet persze ez nekik rossz, hogy Európa közelebb került Amerikához, mint korábban. Cserébe viszont maguk alá megkapják Oroszországot sokkal inkább, mint korábban. Máshogy tudnak tárgyalni az oroszokkal szinte mindenről. Az oroszok vannak szükségben eladni az olajukat, a gázukat, adott esetben a technológiájukat. Tehát kínaiaknak minél tovább tart ez, és minél jobban leamortizálódik a Nyugat, és minél inkább Oroszország minél inkább olyan helyzetbe kerül, hogy kitett nekik, a nekik annál jobb. Ugyanez igaz egyébként a közel-keleti konfliktusra is. Tehát Kína kapja a stratégiai ajándékokat úgy, hogy ő nem csinál semmit, csak karba tett kézzel áll. Egyébként ugyanilyen ajándék volt Kínának az iraki háború, Afganisztán, és ezt ki is mondják. Erről még nem mondták ki, de Irakról, Afganisztánról a kínai stratégiai gondolkodók, voltam náluk egyszer Sánkhájban, hát megköszönték Amerikának, hogy köszönjük szépen, hogy Irakra meg Afganisztánra koncentráltatok helyettünk, akik a valódi kihívás vagyunk. Egyébként Amerikában is kezdenek erre rájönni. Tehát kínai, persze Kínának is rossz, tehát ez mindenkinek rossz globálisan, mert mindenki veszít egy ilyen háborún. Csak amikor hidegháború van, amikor kvázi háború van sok tekintetben már a fejekben Kína meg az USA között, akkor azt nézik, hogy ki veszít többet. És Amerika, Európa többet veszít, Kína meg többet nyer ezzel, ugyanúgy a közel-keleten Kína többet nyer. Tehát szerintem ők alapvetően lehet, hogy akarnak majd békét egy nap, olyan békét semmiképpen sem, ami nyugati győzelemmel zárul. Tehát hogyha megnézzük az észak-koreai szállításokat, amik megindultak Oroszországba, akkor aztán kínai rábólintással indultak meg, tehát, és pont azért, hogy az oroszok ne veszítsenek. Ergo, szerintem Kína a nevető harmadik. Köszönöm szépen. Ennyi fért bele a mai beszélgetésre. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Bernadzsevszky Antonnak és Demko Attilának, hogy itt voltak velünk. És itt 13 órától Huth Gergely és Puzsér Róbert vitája következik a Van-e benne rendszer a NER-ről, illetve 13 órától pedig a Borharapóban Demko Attilával még egy 3-4 órás ilyen szűkebb körű beszélgetése van lehetőség, ahol alapvetően a közönség kérdések fogják vezérelni, hogy miről beszélünk. Köszönjük szépen!